Ez a buksó 70. és egyben 2023-ban az év utolsó <laughs> epizódja, amikor H. Jánossal fogok beszélgetni, és mivel karácsony előtt vagyunk előtt, azért szeretném megkérdezni tőled, hogy ugye minden író életében van egy ilyen éves bioritmus, hogy neked így évvégén, karácsonykor megváltozik a, 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 rutinod, akár íróként, hogy máskor írsz, nem írsz, vársz valami, valamennyit? Hát egy kicsit megváltozik nyilván, mert ez a karácsonyi készülődés, ez mindenbe bele, beleüti az orrát, hogy úgy mond, és vannak ennek ilyen nehézségei, például az ajándékvásárlás, ami nekem nagyon bonyolult, mert én rossz ajándékvásárló vagyok, nagyon igyekvő, de nagyon, nagyon nehezen megy. Nagyon kínlódok vele, és akkor ez úgy nagyjából azért a napi rutint is fel tudja borítani. Bár hát amennyire tőlem telik, azért próbálom megtartani azt, hogy, hogy rendbe menjenek a dolgaim. Én ilyen antropológiai optimizmussal egész évben gyűjtögetem azokat a könyveket, ami nem a munkámhoz kell, vagy nem kötelező valamiért elolvasnom, hogy majd a két ünnep között majd biztos lesz időm. Neked vannak ilyen könyvek, amiket csak úgy örömből gyűjtögetsz, és fenedrel fogadat? -e? Mert nekem egy egész könyves polcon van, amit tele van könyvekkel, és soha nem fogom elolvasni, mert amit időben nem olvasok el, azok soha nem kerülnek előre. Ha csak nem valami munka miatt újra be kell vonnom a figyelem körébe. Úgyhogy ö, ö, gyűjtök, és vannak vágyak bennem, hogy elolvassak ezt, azt a maz, de általában nincs rá időm. Hogyha most egy csoda folytán mégiscsak levertnéd a polcról azt a könyvet, amit már régóta akartál, de mindig jött valami más, akkor tudnád, hogy hova nyúljál? Hát tudnám, mert ez a polc, ez ott van. Egyébként általában filozófia van rajta, tehát valamilyen filozófiai munkák, vagy, vagy, vagy kultúrtörténeti, vagy vallástörténeti munkák, amikből egyet-egyet időnként elolvasok, de mit ezeket állati lassú olvasni, ráadásul, ahogy idősödtem, meg nem vagyok már szerkesztő, ezért nem olvasok gyorsan, nem kapkodok, nem sietek. És ez egy érdekes változás az olvasási szokásomban, hogy kevésbé a mennyiség számít, hanem az, hogy hogy amit olvasok, azt utána, hogy dolgozom föl magamba. Úgyhogy simán elképzelhető, hogy, hogy, hogy fogok, lekapok egy Nietzsche könyvet, amiből elolvasok három passzust, és akkor az nekem arra a napra úgy rendben is van. Karácsonyi programnak nem is olyan rossz egy kis nietzsche olvasni, de most azért találkoztunk, hogy beszélgessünk egy régi új könyvedről, ami idén adott ki újra az Európa kiadó, ez a Gigerdilen, ami egy régi könyvnek egy nagyon régóta várt új kiadása. Ez volt az első regényed. Én megnéztem, hogy 36 éves voltál, amikor több verses, meg kis próza kötet után 1996-ban megjelent. Én meg 24 éves voltam, és egyetemre jártam, amikor először ezt olvastam. Biztos, hogy én teljesen máshogy olvastam akkor ezt a könyvet. Más tartottam belőle fontosnak, mert hogy hát nem vagyok én sem azonos az akkori önmagammal. Most pedig téged kérdezlek, mint ilyen egyfajta ilyen találkozás egy fiatal emberrel szerepben, hogy íróként te hogy vagy az 1996-os H. Jánossal és az ő első regényével? Hát én úgy tök rendben vagyok vele, abszolút nem írok már úgy, ahogy akkor írtam. Ez volt az első olyan munka, ami, ami többszöri próbálkozás után, ami, ami tényleg kitartott egy regény hosszúságáig, és ennek az egyik alapja az az volt, hogy kaptam egy ösztöndíjat méghozzá a Soros alapítványtól, és ezt az ösztöndíjat én számítógépre fordítottam. Sőt, én nem tudok kézzel írni, mindig is gépfüggő voltam, de ugye az írógéppel való írás az rendkívül strapás, főleg a javítások miatt és az újragépelések miatt. És hiába fogtam bele kétszer egyébként már egy ilyen török témájú regénybe korábban, 20-30 oldalnál elakadtam, egyszerűen fizikailag nem bírtam továbbvinni. Úgyhogy nekem ez a, ez a, számítógép megoldotta a regényírást, és akkor, és akkor éreztem, hogy akkor most bele megyek egy ilyen hosszabb, hosszabb korpuszba, és azt is éreztem, hogy miután én versben nagyon idegenkedtem mindenfajta ilyen, ilyen, ilyen lírai ö, akusztikától, ö, ö, mindenfajta ilyen arha, arhaizálásnak, vagy költőiességtől, ezért valahol azt éreztem, hogy viszont szóval a prózában ebbe az irányba fogok menni. És akkor így ebben a, ebben a könyvben egy, egy ilyen nagyon csillogó nyelv jelent meg, ami, ami sok kép van benne, sok láttató dolog van benne, sok hang és illat van benne. Szóval nagyon plastikusra akartam venni, sőt olyannyira költő, hogy vannak olyan részek, ahol akár oldalakon keresztül is ugyan bújtatva, de rímel a szöveg. Úgyhogy Úgyhogy ez egy ilyen típusú próbálkozás volt, és akkor azt azzal is szembesülnöm kellett, hogy ez a fajta regényírás, vagy ez a fajta próza mondat, amit itt használtam, és még a Xanaduba, és időnként más-más regényekben betétekként használok. nem felejtettem el, nem hagytam annyiba ezt a, ezt stílust, de egész könyvben már nem viszem végig. Szóval ettől de én el... Hát egyébként? A, valószínűleg tudnék, technikailag tudnám, de ugye nem technika kérdése az irodalom, mert ugye technikát megtanulunk bármilyen technikát, Technikát, hanem hogy, hogy úgymond a technikát, ha úgy fogod fel, mint egy nyelvi design, akkor tudsz mögé tartalmat nyomni. És én úgy érzem, hogy emögé nem tudnék már igazi érzelmi tartalmat tenni. Ugye ehhez a fajta nyelvhez nagyon, nagyon, erősen kötődik, hogy ez egy, ez egy iszonyatosan szerelmes regény. Tehát nagyon-nagyon mélyen tele van áztatva érzelemmel. És egy ilyen érzelmi felindultság, hiszen egy kamasz egy fiatal fiú történetét mondja el, ma ö, ö, szinte gyerekkorban kezdődik, és akkor fiatal felnőtt, ö, amikor véget ér. Ö, hogy, hogy nem lehetett volna más nyelven, tehát ez szikár nyelven nem lehet elmesélni, mert pont azok az érzelmi tónusok nem jönnek át, ami, ami ilyenkor egy embernek a szívében ját, lejátszódik, vagy lezajlik. Ez azt is jelenti, hogy ha ma írnál egy törökkorban játszódó regényt hasonló szereplőkkel, akkor ez nagyon másmilyen lenne, vagy meg se tudnád írni? Nincs bennem ilyen ambíció, tehát nem tudom, hogy meg tudnám-e írni uh, abban a pillanatban, hogyha ezt érezném. Tehát valahol... Szóval én, én tudod, uh, utólag, mikor könyvekről beszélek, akkor olyan, mintha ki lennének gondolva dolgok a fejembe, hogy előre, hogy majd hogy fog mit, mit hogy fogok csinálni. De valójában semmi nincs ki gondolva, tehát én úgy vagyok vele, hogy, 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 hogy bízom abba, hogy majd szem, ami szembe jön, azt én meg tudom majd oldani, vagy megpróbálom legalábbis megoldani. Most nem látok egy ilyen történelmi távlatú regényt, hogy hogy, hogy szembe jönne velem. Hozzányúltál egyébként a szöveghez az új kiadásnál? A, ennél az új kiadásnál nem, de egy korábbinál igen. Az is elég régen volt, ez nagyon-nagyon régen Ez, ez Szerintem 20 éve nem jelent meg ez a könyv. Ö, ott ö, jelentős változást nem tettem bele. Egy dolog az, amikor az ember ír, akkor uh, nyilván ezt te is megtapasztalod, hogy, hogy van egy, vannak olyan kapaszkodó szavak, amikbe így bele kapsz, hogy valahogy tovább menjen a szöveg, hogy ne akadj el. Ez az lehet, hogy egy kötőszó. Nálam most például holott az egy ilyen, ilyen kötőszó a mostani munkáimban, és akkor ez, ennél a könyvnél viszont néhány régies igeforma volt ilyen fajta ö, 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 kapaszkodó, és akkor ö, a, amikor először jelent meg újra, akkor ezeket, ö, amik engem zavartak, ezeket átjavított de jelentékeny változás nincs az első kiadáshoz képest. Ha megnézzük, már pedig én megnéztem ennek a könynek a recepcióját, tehát amikor megjelent, akkor ki, hol, mit írt róla. Az első, ami meglepett, hogy ez egy elképesztő nagy Siker volt, és nagyon sokan beszéltek róla, és mindenkinek mintha muszáj lett volna elmondani a véleményét. Első regényről ennyi kritika, vagy értékelés ma már elképzelhetetlen, hogy megjelenjen, de visszagondolva abban a korban, ez, ez a, abból a mezőnyből is kiemelkedett ezzel a recepcióval. Mivel magyaráztad ezt akkor, és esetleg mivel magyarázod most? Nagyon érdekes volt, mert, mert én először ezt abszolút nem érzékeltem, hiszen nem nagyon jelent meg először kritika róla. Sőt, az volt, hogy én ugye marhára el voltam telve magamtól, hogy milyen nagyon frankó regényt írtam, és mentem le a Vörös Marti térre dedikálni, és akkor elképzeltem, hogy a hatalmas sor ott áll, és hát engem vár, és ünnepel majd, és akkor láttam, itt is van egy hosszú sor, az nem az enyém volt, még egy hosszú sor, az sem az enyém volt, és az a magányos asztal ott egyedül, egy székkel az volt az Enyém, és akkor ott üldögéltem egy órát. Egyébként nagyon hasznos üldögélés volt, mert egy kisgyerek jött oda, akinek tetszett a borítója, az már majdnem vásárlónak tűnt, de amikor látta, hogy belül nincsenek képek, akkor azért lett róla. Úgyhogy végül is nem kellett dedikálni senkinek. Viszont nagyon tanulságos volt, hogy az ember az arcából visszavegyen. Mert ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy a, a, az önteltség, vagy a gőg, az egy ártalmas dolog egy, egy, egy ember életében, jellemében is, de pláne akkor, amikor neked mindig újabb és újabb irodalmi műveket kell létrehozni, amit nem lehet sajnos a gők státuszából létrehozni. Úgyhogy ez helyreigazított engem, és az a bizonyos kritikai felszabadulás vagy, vagy figyelem, az inkább egy olyan fél évre rá történt. És nem, én annyira sokat nem foglalkoztam vele, jól esett, de volt egy olyan, volt egy olyan megkésedtség benne, hogy, hogy, akkor, amikor én még amikor még friss volt bennem ennek az egésznek az emléke, hogy írtam meg, hogy csináltam meg, hogy mit csináltam, akkor nem volt rá reflexiós, és akkor utána meg így később lett. Tehát olyan, olyan inkább olyan, olyan távolságtartó nyugalommal néztem erre a dologra. Hogy miért ennyi a kritika, szerintem nem annyira nekem szól, mint inkább az, hogy ez a regény fémjelzett egy változást a magyar irodalomban, méghozzá azt a fajta változást, hogy, hogy az a töredékes, teljes történetet felrakni nem akaró prózai szemlélet, ami a kritikai fordulat után jött, tehát a 70-es évek végén Eszterházi, Hajnóci, Nádas, Lengyel Péter nyomán, az, átvált egy másfajta próza nyelvre, másfajta beszédmódra, megjelenik valami más. Ugyanakkor az is egy fontos dolog, hogy nem csak ez a változás van, hanem ugye ez 96, a 90-es évek első felébe tulajdonképpen minden irodalmi mű halára volt ítélve, mert szinte csak olyan dolog tudott figyelmet kiváltani, amiben közéleti érintettség van. Tehát nem véletlenül, hogy a kor publicisztika, publicisztika kötetei ilyen népszerűek voltak. És, és, az volt az az időszak, amikor hirtelenjében úgy nézett ki, ezt kiadói dolgozóként is láttam, hogy, hogy a 90-es évek elejére szinte teljesen elvesztettük a, a kultúra iránti érdeklődést, tehát alig-alig volt olvasója a kortársadalomnak, ugye ilyen kiadóknál dolgozta. És az a négy-öt év hirtelenében a társadalmat úgy rendbe rakta, vagy valahogy elindult egy normális társadalmi élet a rendszerváltás után, és minthogyha akkor indul meg nem csak a kritika, hanem az olvasói érdeklődés is. Tehát ez a 95-96-97-ben a, a, a kortárs irodalom iránt. Akkor kezdődik látszani az, hogy van kortárs irodalom. Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy, ö, hogy, hogy, ez persze ennek a könyvnek szólt ez a fajta figyelem, de minthogyha ennek akkor egyfajta ilyen, ilyen történelmi, vagy irodalom történeti ö, érintettsége is lett volna. Ez biztos, hogy így van, mert rögtön ezekben a kritikákban, vagy tanulmányokban megjelenik az, hogy téged valami iskolához kössenek, hogy, hogy, generációt mutassanak föl, és a legkülönbözőbb megfejtések születnek. Tehát, hogy az is nagyon izgalmas volt így utólag, és nem csak a kritikákat, hanem akár interjú megszólalásokat nézni, hogy, hogy ugyanúgy lelkesedett érte a mondjuk így a, a, a posztmodern fókuszú kritika, meg Szabó Magda. Szóval, hogy nagyon sokan gondolták azt, hogy itt van valami, ami eddig nem volt, vagy ami egy hát, kicsit... Úgy már... tűnt, hogy hirtelen nyilván leszek a nemzeti minimum, érted? És... Még az is nagyon izgalmas, hogy külön szakirodalma van a cím elemzésének, hogy ezen nagyon sokan merengtek, hogy mi a cím, hogy van-e olyan szó, hogy Gigerdilen kitalálta ki, és mit jelent, és akkor itt a lehetőség, hogy ezt most tisztázt, hogy mi ez a szó. Hát először elmondom, hogy, hogy hogy, hogy lett a cím. Először nem ez volt a címe, vagyis először nem tudom, mi volt a címe, szerintem nem volt címe. És akkor egyszer, ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, amikor az ember egy ilyen egy, egyfajta dologba megy bele, ami hosszú-hosszú időn keresztül kiteszi az életét egy regénybe mondjuk. Ez olyan, hogy emlékszem, hogy amikor a barátnőm úgy nézett ki, hogy harmadikos gimisek voltunk és teherbe esett, akkor valahogy úgy alakult a világ, hogy csak terhes nőket láttam, minden, minden film a terhességről szólt, mi, mi, minden filmben kisgyerekek születtek, tehát ilyen a regény is, hogy most elkezdtem egy törökkori regényt írni, és minden ilyen vacak állandóan szembe jött velem. Bárhol jártam törökkori emlékekre bukkantam, bárhol, mint anyámnak a könyvespolcáról felnyúltam, és véletlenül levettem Jókainak ezt a kétkötetes magyar történelmi legendáriumát, amit ő ugye annak idején tankönyvnek szánt, persze hála Istennek nem fogadták el, mert tele van persze minden marhasággal, és akkor hogy elkezdem olvasni a török-kori részt. És oda érek, hogy Buda váráról van valami történet, amit rögtön el is nevez Jókai Jigerdilennek, hogy ez volt a török neve, ami nem más magyarul, mint az, hogy a szív gyönyörűsége. Ettől lepadlóztam. Egyrészt, marha jól szól az, hogy Jigerdilen, Hozzá kell a Eszterházi mutatta be a könyvet, és azért ő nem birkózott meg ezzel a szóval, hogy négyszer ment neki, hogy zsgggzsi, mert nem annyira egyszerű, de amikor már megtanulod, akkor már nagyon jó. És akkor és akkor ö, ö, azt mondtam, hogy akkor ez lesz a cím. Akkor már a körülbelül a harmada, vagy a bő harmada kész volt, és akkor hirtelennyében ez egy ilyen vezérmotívunként megjelent, hogy, hogy, hogy drég kapitány és a Jigger keresi valahol Dél-Afrikában. Mindenki a Jigger keresi, és akkor ez egy olyan szimbólumként tudott működni, amit úgy éreztem, hogy nem ilyen erőszakos szimbólum, hanem olyan, olyan kézenfekvő, mert olyan kicsit olyan sejtelmes is, de azért valahogy még és mindenki tudja, hogy, 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 hogy valamit keres a... a azt méghozzá azt a másik szívet, vagy abból a másik szívből valamit, valami, valami finomságot, ami az ő szívét is valahogy úgy rendbe rakja. Úgyhogy így lett a cím. Aztán az, az hogy Jókai mekkorát kamuzott ezzel a címmel, ez egy másik kérdés, nem csak ebben Jókai művei tele vannak mindenféle melléfogásokkal így, így konkrét tényszerűségébe, de ez nem érdekes, mert minden műtele van melléfogásokkal, mert kiderült, hogy ez ugye nem Budavár elnevezése, aminek kezil elmet, tehát aranyalma volt a, a, a neve, hanem ez Párkánynak, mai hogy fenn, nevé, nevén Sturovónak a törökkori neve, és azt jelenti, hogy májukasztó, ami teljesen másképp szól, mint a szív gyönyörűsége. Azt a zsiger szóban lehet benne. Több mint valószínű, igen, igen, igen. E ezt mondta egyébként, gondolkodtam, hogy lehet, hogy túlzás ilyen faramúci címet adni, és általában mindig szokták bírálni egy barátaim is a címeket, és akkor a van nagyon jóba voltunk abban az időben, és mondom, hogy, hogy, mit szólsz, Dezső, ez lesz a könyvem címe, azt mondja, az marha jó, marha jó, azt mondja, benne van a zsiger is, meg a Bob Dylan, kell lennél jobb. <laughs> <laughs> Úgyhogy úgy, így aztán ez lett. A cím. És ugye oda van írva az is, hogy áltörténelmi regény, és erről is sok vita volt, hogy akkor mi a történelmi regény, mi az áltörténelmi regény. Szóval mitől történelmi, meg mitől áltörténelmi egy regény? Hát, ez tulajdonképpen egy szubjektív döntés. Hát ez az áltörténelmi, ez, ez olyan, ez, nem tudom, ez, ez olyan rosszul hangzik, tehát ezzel sose tudtam közösséget vállalni. Ez egy regény, aminek van egy behatárolt ideje, ami a történelmel zajlik, de ugye egyetlen regényt se azért olvasol, hogy a történelmet megismerd általa, hanem a történelem itt adott egy olyan fajta kulisszát, mint hogyha ez nem akkor játszódott volna, más, más időszak, meg más kulisszát ad neki. Tehát történelmi térben játszódik, sőt van a magyar regényírásnak egy történelmi regény hagyománya, és azzal is játszik, és ezek olyan regények, mint a mint mondjuk az egri csillagok, ami nagyon, nagyon, benne van az ember, vagy a magyarországi gondolkodásba, és, és azt gondolom, hogy hát ez egy ilyenfajta történelmi regény, ami, amiben nem, vannak valós történelmi hősök is, és vannak benne kitalált figurák is. Ebben igazad van, hogy ez egy regény, ami véletlenül ott játszódik, de mégiscsak, mondjuk pont a török korról formált képünket, szerintem 90%-ban Magyarországon az egri csillagok alakítják. Hát úgy képzeljük el a török kort, ahogy kiolvassuk ezt valahogy, valahogy az egri csillagokból. De hát nem mondjuk És arról az... mégis azt mondják, hogy történelmi regény annyira történelmi, mint a te regénye, Tehát paprikás pörköltet esznek benne, még mindenféle történelmi értelmű dolog történik, de mégiscsak ennek alapján alakítjuk ki azt a képet, amit a török korról gondolunk, meg persze a kopányagatestamentuma alapján, meg a törökfejes kopja alapján. Rád ezek egyébként hogy hatottak? Rem, ezek nagyon-nagyon hatottak, mind a két könyv egyébként, sőt, még a filmes változatok is, de hozzá kell tenni, hogy, hogy mondhatjuk történelmi regényeknek, vagy, vagy bármilyen ö, áll, vagy nem áll történelmi regényeknek, valójában ezek már mít, mítikus regények. Tehát ez valójában... Kosztümösnek kéne érni, mint a filmek. Igen, igen, kosztümös regények, ami azt jelenti, hogy, hogy tulajdonképpen valamifajta nemzetmítoszt próbálnak felépíteni, vagy életben tartani, és ez a korszak az utolsó olyan korszak, amihez még nem úgy vissza hogy SDS MDF, meg Kurucz Labanc, hanem úgy viszonyulsz hozzá, hogy, 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 valahogy egy, egyértelmű paraméterek vannak. Egyébként... De majd menjünk bele, mert ez azért ennyire nem egyszerű, szerintem a te sem. Nem, mert, mert hogy én ezt feloldom. Rögtön azzal indul a regény, hogy azt mondja, hogy hogy tulajdonképpen mindenki ugyanaz, Ugye a Tolstoy annak aranyina első mondata van benne megjátszva, és arról szól, hogy tulajdonképpen minden ember ugyanazokat a sérelmeket, fájdalmakat hordozza magán, akkor is, hogyha a jó oldalon állt, akkor is, hogyha a rossz oldalon állt. És ugye itt a, a főhős és a Szilveszter nevű besúgó vagy török Bérencnek a, a, a különbsége van egy kicsit megjátszva, de abszolút nincsen az a fajta török-magyar ellentét felvázolva, hogy a jó az az egyik oldal, a rossz meg a másik oldal, hanem, hanem, hanem valahogy úgy érzem, hogy mind a két oldalról is valahol, valahol valós érzelmi potenciálok működnek és, és dolgoznak. Mert abban igazad van, hogy egy másfajta képlet jön ki ezekből a regényekből, nincsen pusztán csak Kuruc meg Labanc, de hát azért nincsen, mert a Kurucok valójában a törökök szövetségesei voltak, de valahogy ezt így levágjuk a, 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 ebből a nagy közös mítoszból. És persze, hogy a Labancok is magyarok ráadásul. És a törököknek ma már nincs megfelelője, maradt a, a Kuruc megalabanc. Ez csak azért érdekes, mert ebben a regényben is, meg szerintem a későbbi műveiben is, mintha nagyon fontos lenne, hogy te egyik sem akarsz lenni. Hát. Um vagy hát mondjuk úgy szívesen lennék kuruc, hogy bizonyos kuruc. Tehát mondjuk tenkes kapitány szívesen lennék, de mondjuk rákóci nem. Tehát, hogy a labancoknak meg a szarruhájuk is volt, az rosszul is nézett ki, tehát az nem is tetszik, tehát hogy nem szívesen vennék föl. De alapvetően azt gondolom, hogy, hogy az átlagos ember az nem beosztható kurucra és labancra. És az most mindenre gondolok, tehát hogy, hogy azt mondod, hogy liberális vagy konzervatív. Mindannyian liberálisak, normális emberekről beszélek. Természetesen nem azokkal róla, akik ideológiai elhivatottak. Azok bizonyos dolgokban liberálisan gondolkodnak, bizonyos dolgokban konzervatívan dolgoznak, gondolkodnak, és nem veszik a fejükbe ketté, hogy, hogy úristen, ebben én liberális vagyok, abban meg konzervatív vagyok, hanem egy egységet, tehát nem skizofrén az ember. Tehát az, hogy, hogy a közélet ráderőltet valami fajta ilyen ideálást, odaállást, ilyenességet, olyanosságot, az, az valójában nem az emberi létnek a valós problémája, mert hogyha mondjuk történelmi távlatokban nézed az ember sorsát, akkor látod, hogy azért nem ezek a, az erők határozták meg, hogy, hogy, hogy mi lesz velünk, és azt gondolom, hogy aki, amik igazi nagy lélektani események az emberi életében, azok nem ezek az események. De a törökkor mégiscsak egy ilyen kitüntetett időszak a nemzeti emlékezetben. Te magad írod Balassi kapcsán egy eszédben, hogy abban a korban született, amelyben minden fiú születni akarna. És, és, ebben a könyvben is azért megjelenik az ipoly mente, gyerekkorod színhelye is. De egyébként kisfiúkorodban hogyan viszonyultál a török korhoz, hogy Fontos volt-e neked ez akkor is? Hát ez több szempontból is fontos volt. Egyrészt van egy, egy, egy személyes kötődésem, mert Vámos Mikola, ugye ez a szülőfalom, az udvarunkba találtak egy török sírt, ami azért nem annyira gyakori, úgy általában a gyerekek nem esett nem meg. meg Tessék. És, és, és ez, ez mindjárt pozícionálta az én helyzetemet, hogy ehhez nekem több közöm van, mint más korszakokhoz. A másik az, hogy, hogy hogy valójában vannak tényleg olyan könyvek, mint az egri csillagok, amik nagyon-nagyon erősen benne vannak a gyerekkorodban, méghozzá identitás képző erővel. És nem csak azt, a, a, azt a kulturális teret teremtik meg, amihez te majd alkalmazkodsz egész életed során, hogyha, hogyha Magyarországon maradsz, hanem megteremtik bizonyos fajta érzelmi folyamatokhoz való integrálódásodat. És ilyen például a, a, az egri csillagok szerelmi jelenete a legelején, a két kisgyerek fürdőzése, az alapvetően és aztán utána a vicuskának és a gergőnek a szerelmi építkezése, az valahol a te viszonyodat a szerelemhez meghatározza. Tehát ezek a könyvek, és ez, ez ennek a kornak némely ügyez, üzenete nagyon meghatározza azt, hogy hogyan viszonyulsz az élet más típusú dolgaihoz. A koppányi aga testamentumában szintén a szerelem a párviadal, a becsületes párviadal. Ez is olyan fontos dolog, hogy, hogy ezekben a könyvekben Igaz, nem igaz, nyilvánvaló, hogy a valóság nem, nem így történik, de mégis van egy, egy ajánlat egy, egy, éppen kialakuló félbelévő gyerek számára, hogy hogyan lehet becsületes harccal győzni, vagy veszteni. Ezek például nagyon fontos dolgok, hogy vannak egy, van olyan felvetés, hogy van jó és van rossz, és neked van lehetőséged jónak lenni. Tehát nagyon sok ilyen alapparaméter jelenik meg ezekben a, ezekben a könyvekben, és, és természetesen ezt eszközök és tartoznak tehát azt gondolom hogy hogy dobtáros gépuskával harcolni nem olyan vagány dolog mint kardal tehát kardal harcolni, ott mégis számít ügyes vagy béna vagy ö, gyakoroltad, ö, érted tehát és, és a kardal vesztesz, abban is van egy másfajta heroizmus ö, ugye a koppányi aga elején a párviadal és ott, ott amikor a, a, a megsérül ha jól emlékszem a, a, az aga és meghal az egy, az egy felemelő dolog. Tehát, de az, hogyha géppisztoly a ketté lőtték volna, az kit érdekel, érted? Ez a semmi. Aztán később íróként is előbb jelenik meg ez a török téma nálad, mint ebben a regényben. Ja, a török korom az négy novella, ami ennél korábbi, és azon belül van a miképpen lettek a magyar férfiak érzékenyek ki a török korban, és miért maradtak mégis érzéketlenek című szöveged, ami bekerült ebbe a regénybe is, mint egy szégyenletes röpirat, ami ellen ott felszólamlanak, Miért tartottad fontosnak eleve megírni ezt a szöveget, és miért került be aztán a regénybe? Nem tudom, azt hiszem, hogy, hogy, ez is egy ilyen hosszú történet, hogy, hogy nekem nagyon fontos az, hogy, hogy fontos volna, és ez körülbelül a 30-as éveimben tapasztalom meg, bár korábban is, hogy, hogy a férfiak egy része nagyon másmilyen, mint én. Nem az, nem az, hogy melegek, meleg vagyok, ők, ők meg nem melegek, nem ilyesmiről van szó, tehát nem nemi identitásról, hanem egyszerűen mentalitásról. És azt a mentalitást kezdtem megérezni, hogy ilyen érzéketlenség a világ dolga iránt. Nagyon erőteljes, maszkulin nyomulás, és ugyanakkor nagyon mély érzéketlenség, akár a saját közvetlen társuk, a szerelmük, vagy a feleségük iránt, vagy akár a gyerekeik iránt, és ez valahol számomra már akkor a, azt jelezte, hogy ugye a világnak kétfajta megközelítése van, az egyik az az, amikor a világot, mint egy árucikket tekintem, ahol minden dolog tárgyszerűsíthető és megvásárolható, és ez egy, ez egy, hogy is mondjam, egy ilyen örökösen valamifajta anyaggal akarom magamat kielégíteni. Az anyag egyébként lehet élőlény is, tehát lehet feleséget vásárolni két, két évente, három évente, ugyanúgy, mint ahogy cipőt cserélünk. És ez a felfogás, ez erősödött az elmúlt 30-40 Tehát az egész, összes állam, az összes vállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy, hogy belőled nagyon praktikus szavazót és vásárlót gyártson le, tehát egy fogyasztót. És ha csak belegondolsz a szex és New Yorkban, hogyha Kerry Bradshaw-nak szerelmi bánata van, akkor elszaradt táskát vásárolni, vagy ha netán nagyobb szerelmi bánata van, akkor cipőt. Tehát, hogy ez mutatja azt, hogy, 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 hogy van egyfajta ilyen kapacitás, hogy errefelé gondolkodj. Ugyanakkor az az igazság, hogy kis gömböc vagy, hogyha minden tárgy, mert soha nem telsz meg. Nincs az a pénz, nincs az a tárgyi mennyiség, nincs az az elfogyasztott szexualitás, ami ki tudna elégülni, elégíteni, mert csak akkor tudsz kielégülni, hogyha a dolgokhoz érzelmileg kötődsz és viszonyulsz. És, és ebben a régi törökös dologba a férfiakról, valahol ezt kezdem el írni, hogy, hogy az érzelmi viszonyulás az mindennél fontosabb, mert, mert csak akkor tudsz azonosságot vállalni a dolgoktól, dolgokkal. Ha, ha érzelmileg nem tudsz szinkronba lenni, vagy nem tudsz rácuppanni, akkor minden dolog idegen és megvásárolandó, megszerzendő árucikké válik. Azt hiszem, hogy az irodalom lényege az éppen ez a fajta érzékenység vagy empátia, mert egy szöveget azt azért nagyon ritkán közelítünk meg, úgy, mint valami anyagilag átszámítható termék. Az csak érzelmi feladat működik. Én azt gondolom, hogy a művészetnek ez egy nagyon fontos hát nem célja, hanem adottsága, hogy csak addig tud ö, ö, jól működni, amíg ez, a, ez az érzelmi ajánlat megvan benne. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki művészettel foglalkozik, tulajdonképpen ebben érdekelt, és ezt követi, máskülönben meghalna a mű, hiszen a műnek mégiscsak érzelmi tónusai vannak, még egy olyan műnek is, mit tudom, mint az elisnek az amerikai pszichója, még annak is van egy érzelmi tónusa, amiből ez ki van herélve, az, az akkor semmi nem tud műalkotássá válni. És egy olyan világra vágysz, ahol, ahol a, 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 szerelem, meg a kartpárbaj, most érzi jól idézőjelbe, az, én nagy érzelmek, irányítják az életet, és, és ez az anyagi része, ez, ez teljesen vissza van húzva? Nem lehet visszahúzni, de az, hogy a, amellett a nagy érzelmek legyenek meg, és legyenek meg a kardos párbajok, tehát ne az alattomos, a másiknak az alattomos lemészárlása vagy tönkretétele, arra, arra igenis vágynék. Meg, ö, ö, hogy is mondjam, a, azt gondolom, hogy, hogy annyira Mesterkélté vált körülöttünk a világ, hogy nagyon kicsi az a rés, ahol a saját tevékenységet határozza meg, hogy mi milyen lesz. Tehát panaszkodunk a szocializmusra, meg a rendszerváltásra bizonyos áruhiányok miatt. Viszont az, hogy kevés volt, az rengeteg mindent katalizált az egyes emberben. Az, hogy nem lehetett teljes gyerekszoba berendezést vásárolni, az, az arra kapacitált a szülőket, hogy ők csináljanak aranyos lepedőt, ők csináljanak aranyos faliszőnyeget, és így tovább, és így tovább. Tehát sokkal több volt a személyesen beletett energia az életedbe. És mennél több a személyesség, ugye annál mélyebb vagy, mélyebben vagy azonos azzal a sorssal, amit átélsz. És egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy olyanná alakult a világ, mintha hogyha magad által megszervezett utazás, meg az utazási irodák kimódolt kínálatát vetnénk össze. Tehát, hogy most minden, minden kínálat megvan. Bemész a boltba, a megfelelő mennyiségű pénzed van, akkor megveszed, de természetesen úgy vannak kidolgozva az árucikkek, hogy minden árfekvésre meg, megvan a, a megfelelő áru. Tényleg egy mindent elsőpről, szerelemről szól elsősorban ez a, ez a regény, és nyilatkoztad róla, talán nem is annak idején, hanem mostanában, hogy ez eredetileg egy jelenkori történet lett volna. Ugye azért volt szükséged, hogy visszavidd a múltba, mert ezek az igazán őszintén megélt nagy érzelmek idegenül hatnának egy jelenkori történetben? Hát, bár pontosan nem emlékszem erre a dologra, de az biztos, hogy, hogy ugye ezt az ember, amikor elkezd írni, rögtön tudja azt, hogy, hogy akkor, amikor azt gondolom, hogy attól őszinte egy szöveg, hogy, hogy a, a az ereimet ráirányítom a papírra, és ráspriccelem a vért, a, az, az, egy hamis gondolkodás, hogy az első lépés az, hogy műalkotás felé közel egy, hogy megteremted magad között, és a műtárgya között a distanciát. És a distancia megteremtésének számtalan módja van. Mikor tanítottam például szépírást, akkor mindig mondtam a néhány tanítmánynak, hogy ne, most írd át azt, amit egyes első szemébe írtál, írd át egyes harmadik szemébe. Próbáld meg, hogyha, hogyha egy másik fajta ragozással épített fel a szöveget, akkor mennyire távolodik el, és ha eltávolodik, akkor mennyi tartalmat tudsz még beletenni. Hiszen a közelségnek az az átka, hogy elfogult vagy a saját érzelmi tónusod iránt, ezért nem tudod teljesen jól megírni ezt a tartalmat valami anyagot. Ugyanakkor persze ez egy művészetelméleti ellentmondás is, mert, mert egyszerre távolságtartó vagyok, másodszorban mégiscsak belőlem kap érzelmi erőt a szöveg. Tehát fenntartok egyfajta kapcsolatot a saját érzelmi energiáimmal. Tehát egyszerre vagy ö, ö, távolságtartó, és, és ráfigyelő, és tárgyias, és és egyszerre táplálod magadból ezt érzelmileg ezeket a szövegeket. Jó, hogy mondtad, ezt a nyelvi különbözőséget, hogy, hogy milyen irányból lehet ugyanazt a történetet elmondani, mert ennek a regénynek a, 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 nyelvezete nagyon speciális, hogy nem régi magyar, tehát nem balassi nyelvén szólal meg, de azért nem is mai. Tehát ennyire, és beszéltél is róla az elején, hogy ennyire lírai prózaszöveget nem írtál talán a kivételével, és ezért is nevezték ezt Mágikus Realista regénynek valószínűleg inkább jobb hián. Miért gondoltad aztán mégis a Xanadu után, hogy ezzel a fajta nagyon személyes hanggal leszámolsz a prózában? Hát nézd, ez is egy, nyilván különbözünk író, és ír, egyik író a másik íróta, van olyan író, aki egy tónuson végignyomja az egész életét. Nekem ez nem megy. Az az igazság, hogy, hogy én nagyon szerettem ezt a nyelvet, nagyon-nagyon jó volt csinálni, de amikor a végig végigírtam, akkor úgy éreztem, hogy ennek a nyelvi arzenálnak minden kapuját kinyitotta, minden játékosságát, minden csillogását, és hogy, hogy igaz, a kisújjamban van ennek az egész nyelvnek a működési módja, meg minden, de már nem tudnék tartalmat mögé tenni. És mindig ez a kérdés, ugye a, a, nyelv ugye tartalom közvetítés, közvetítő, tehát hogyha ha nincs mögötte tartalom, tud szemfényveszteni, tehát te tudod azt csinálni, hogy, hogy pazar mondatokat csinálsz, lenyűgözőeket is lehet csinálni. Csak az sőt, még azt mondom, hogy még megvezetheted az olvasót, és akár még több könyverejéig is ezek után, mondjuk a két első könyv után, de egyszer kibújik a szög hogy nincsen igazából belső motor, nincs szíve az egésznek. Én meg olyat, az az igazság, hogy nem tudok csinálni, amiben, amiben nem dobog valami valóság. Ezekben a tanulmányokban, amit írtak erről a könyvről, nagyon hamar próbáltak valami ilyen generációs dolgot leszűrni, vagy összerakni inkább belőle. Ugye ez van a sor elején időben, de aztán utána ezt összekapcsolták, hogy nagyon hasonló a mondjuk Márton László Jakob Musi története című könyvével, vagy Láng Zsoltbestiárum Transzilvánia, vagy akár Darvasi László könyvmutatványosok legendája. Ez ugye négy-öt éven belül jelent meg, mint vagy még rövidebb időn belül, és ezeket is hasonlítják a Jüger Dillenhez. Szerinted van tényleges rokonság, vagy, vagy mondjuk véletlenül alakult, azért picikét hasonlóan ez a, ezek a pályák? Ö, azt gondolom, hogy, hogy hogy tényleges rokonság, tehát úgy rokonság, hogy mondjuk egy hasonló stilisztika jelent volna meg, vagy egy hasonló poétika jelent volna meg, mint ami néha induló ö, irodalmi csoportoknál van, úgy nincsen. Úgy viszont azt gondolom, hogy mégis van hasonlóság, hogy szerintem, de ez csak egy feltételezés, tehát ez nem biztos, hogy igazmondat, hogy annyira zavaros volt a körülöttünk lévő valóság, hogy állati nehéz lett volna való világban játszódó, tehát a korban éppen aktuálisan játszódó regényírása. Nem láttad még a paramétereket, de még az irányokat sem. Tehát ha elgondolod azt, hogy a Flaubert a Bovarinét ugye a, a 19. század elején írja, első harmadában, amikor ő tökéletesen 20 éves fiúként, vagy férfiként rá tud látni egy vidéki francia társadalom alapvető működésére és erőviszonyaira. Na most, ha egy magyar író 93-94-ben, ugye én akkor kezdtem ezeket a szövegeket írni, és azt hiszem a többiek is valahogy akkor, tehát rá akartál volna nézni a magyar társadalomban, egyszerűen nem láttad volna, hogy ki kicsoda ebbe a társadalomban. Tehát, hogy, hogy és a ki kicsoda alatt az nem az, hogy hogy, 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 hogy ebből ez lesz, abból meg az lesz, hanem, hogy mik a belső motorok. Tehát mi, 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 az a lélektani történés, az a belső létigasság, amit egy prózának képviselni kell mindenképpen. Nagyon sokszor látok például politikai jellegű darabokat, ö, színházban, és azt látom, hogy annyit látok a színpadon, amennyit elolvasok az újságba. Azért, mert senki nem tudja, hogy ezekben a politikusoknak belül mi mozgott, tehát hogy mi az ő életük igazság, és nem tudják képviselni. És én azt gondolom, hogy hogy hasonló problémával küzdött az akkori uh, magyar irodalom, hogy szeretett volna kompakt történeteket elmondani a világról, de abban az aktuális korban ez a kompakt történet nem bírt megjelenni, mert a szereplőinek a belső működését, az indokoltságát, a dolgaiknak, az igazság, létigazságokat nem tudta megtalálni. Ez azt is jelenti, hogy most van egy, egy élesebb vagy pontosabb rálátása az irodalomnak a társadalomra? Sze... Szerintem biztos, hogy van, azt is hozzá kell tegyem, hogy általában az egész társadalomnak nagyon rossz rálátása van önmagára, tehát nagyon sok olyan műfaj van, amit föl kéne például a szociográfia, mert az egyik nagy jellegzetessége ennek a, a mai társadalomnak, hogy tulajdonképpen a saját a, a környezetünk határain kívül semmit nem látunk, hogy mi történik körülöttünk. De, de mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon valóság merítése van most, vagy legábbis erre való igyekezette van a mostani irodalomnak? És ez egy kicsit összefügg is azzal, hogy keressük ezt a bizonyos szívgyönyörűségét, és nem annyira a májat, mint, hanem magát, a, amit a szó jelent, ami a regényben sok minden egyszerre, mert jelenti Budát, jelent egy hatalmas gyémántot, jelenti a Annát, a, a bognármesternek a szép lányát. Az törvényszerű, hogy ez ez nem megtalálható, hogy ez minden vész? Szóval ez a szív gyönyörűsége, ez örökké elérhetetlen? Hát nem tudom, ezt valami pszichológustól kell megkérdezni, aki írt ilyen szerelmet. De mégis Ör. csak írt el regényt. Hát, nálam nem sikerül, nálam nem jött be. De nem panaszkodom, tehát ez a főhősre vonatkozik, nem az én magánéletemre, de valójában igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz, és nem akarok itt platóni mélységekig lemenni időben, hogy ugye a, a szív keresi a másik felét, és, a, és ha megtalálja, akkor van igazából boldogság. De de tényleg retteletesen nehéz egymásra találni úgy, hogy az tökéletesen átélhető öröm legyen, és, és az, hogy ezt föntartani hosszú időn keresztül, az meg szinte nem is tudom, cirkuszi mutatvány. Ez egy időtlen, küzdelem, amit a regényben is leérsz. Elsősorban a szerelemért, meg persze sok minden másért is. Törvényszerű, hogy az ilyen szerelem, amit a sok küzdelem után megszereztünk, az elenyész? Hát az az igazság, hogy hogy most, most vonatkoztassunk el a regénytől, és hogy általában, hogy mi, mi történik itt. Tehát készülsz megkapni valamit, amire nagyon vágysz. Ez, amíg vágysz és keresed ezt a valamit, addig felépítesz erről az emberről valakit. Felépítesz egy, egy a vágyott tárgyat, megteremted magadba, ami vagy szinkronban van a valósággal, vagy nincs szinkronban. Inkább ez utóbbiban, hogy nincs szinkronban. Ha csak egy egyszerű dolgot nézel, hogy hogy mit jelent az, amikor mondjuk fél évet vársz valakire, hogy találkozz, és az alatt a fél év alatt a másik embernek is zajlik a története és a te történeted is zajlik, és napokig tart, amíg, amíg összecsiszolódtok, ha egyáltalán összetudtok még fél év után. Tehát nagyon, nagyon nagy kérdés számomra, hogy rengetegen élnek egyébként úgy, hogy helyjel közel külföldön, csak néha lépnek vissza a családjukba, és egyszer azt derül ki, hogy az, amiben visszaléptek, az már nem az, amiről azt gondolták, hogy hogy, hogy, hogy megőrizték, hanem az a dolog változott. Minden organikus és minden folyamatosan működik. És, és itt, itt az a nagy probléma, hogy, hogy ugye oly hosszú időn keresztül keresi ezt a megoldást, és ráadásul kamaszosan keresi, mert egy ideált épít a lányból magának, és az ideál az sose tudja beváltani. Vagy a valóság sose tudja az ideál elvárásait ö, beváltani. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy karácsony előtt, hogy ezek szerint van egy ilyen gyögerdílen, amit keresünk, és vagy sikerül megtalálni, vagy nem. De mi a jobb, hogyha van egy ilyen, tulajdonképpen örökkéreménytelen gyögerdílen, amit keresünk, vagy ha az sincs. Tehát, hogyha nincs egy ilyen cél, hanem másként élünk. Hát ö, nekem nagyon egyszerű a hozzáállásom, ö, a, az rossz, ha nincs az a jó, hogy tehát addig vagy jó vágányon, amíg, amíg úgymond valahol a, a, az örömre való igyekezet és a fájdalomra való készség vonalát követed. Ez ugye ugyanaz a vonal. És amikor ezről a vonalról letérsz, és azt mondod, hogy hogy le, nem kell nekem az az öröm, nem kell nekem az a boldogság, nem kell a szív gyönyörűsége, mert ö, könnyen lehet, hogy iszonyatos fájdalmakkal fog járni, vagy, vagy előbb, vagy utóbb. És inkább azt mondom, hogy élek egy neutrális életet, amiben nincsenek kilengések. És azt gondolom, hogy, hogy ez a rosszabb verzió. Tehát szerintem jobb reménytelenül várni a Jigger mint, mint nem várni semmire. És akkor már majdnem eljutottunk Nietzschehez is, amit majd két ünnep között remélhetően el tudsz újra újraolvasni. Köszönöm Bizony. szépen! Köszönöm szépen!